megvárjuk még a kikapcsolják a mobiltelefonokat, hogy elhalkítják. Igen. Igen. Szigorúsan. Szóval szeretettel köszöntök mindenkit. Azt gondolom, hogy a karácsony talán nem is arról szól, hogy megajándékozzuk egymást, hanem arról szól, hogy együtt legyünk. Hogy ebbe a kissé felfordult, össze-vissza világban egyszer, egy nap le tudjunk ülni, és itt együtt tudjunk lenni, egymásra mosolyogni, és nem azt keresni, hogy az egyik és a másik hogyan keresne a másik nyakán fogást, hanem hogy azt találjuk meg egymásban, hogy hogyan próbáljunk meg egymásnak segíteni. Hogyan próbáljuk meg egymást ösztönözni arra, hogy meglássam a másikba, a másiknak a szemébe, hogy mi az, amit a másik szeretne, óhajtana. Hogy ez a nap, amit mi azt mondunk, hogy hát igen, itt van a nagy karácsonyfa, és itt alatta ennyien összegyűltünk, valóban arról kéne szólni, hogy egymást tudjuk tisztességgel, akár néha szenvedéllyel szeretni. És úgy tudjuk ezt a mindennapokban tenni, hogy közben meg tudjunk maradni embernek. Én azt gondolom, hogy ez a nap, amit így kinevezünk, hogy karácsony, és ugye mindig ezt szeretjük mondani, hogy a szeretet ünnepe, nem csak erről kell, hogy szóljon, hanem minden nap erről kell, hogy szóljon. És most arról szeretnék beszélni, hogy ezért a, nem csak ezért az egy napért, talán azért akkor úgy fogalmazom, hogy ennyien együtt legyünk, és hogy ennyien próbáljuk meg kohézusan együtt szeretni egymást, ezért több mint egy hónapja dolgozunk. És ezt azért nagyon fontos kiemelni, mert nagyon sok beteg részt vesz ebben, nem csak a művészek terápián lévő betegek, hanem az osztályról átjött betegek, ugyanúgy kenték és sütötték a mézes kalácsot, mint bárki, jó magam vagyok a társam. Hogy gyere csak nyugodtan, Berlina! És az ékes pillanat az, hogy igen, jönnek a röntgenből, jönnek máshol. Például Tünde is átjött, és valamelyik nap velünk sütötte a mézes kalácsot, és azt mondta, hogy eljön egy kicsit szedálni magát ide. És mi nagyon örültünk ennek, hogy akkor ez a szedatívum ez megtörtént, és sok mézes kalács is elkészült. És nagy örömmel ebből már hagyományt csináltunk, hogy a konyhára is küldünk a dolgozóknak, és a betegkordóknak is szépen becsomagoljuk, és elküldjük azt a kis szívet, amit egyébként mi valóban szívet csinálunk, és sok-sok szeretettel, hogy eljusson. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a betegeknek megköszönjem ezt a több-több hetes készülődést, mert ugye mindenki azt gondolja, hogy hú, itt van a december, és akkor így lereszt mindenki. Mi nem le szoktunk kereszkedni, hanem mi, mint Phoenix modell, mi felszállunk, és az utolsó heteket hajtjuk szinte reggeltől estig, hogy mindenki, aki eljön ide és megtisztel az itt létével, az azt érezze, hogy igenis mi készültünk, igenis mi szeretettel várunk mindenkit, aki ezen az ajtón bejön, és aki ezt az estét velünk tölti. És mindenkinek valóban köszönöm, nem csak a betegeknek, hanem az összes emberkének, aki egyébként, és akkor nem akarok itt neveket mondani, nagyon-nagyon sokan segítették ezt az estét, mint minden más estét. És van egy úriember, aki nagyon-nagyon messze van most itt tőlünk, de ő is nagyon sokat segített, talán ő segített, de az a materiális része, mert, de van a lelki része is, ami egyébként mind a kettő fontos a mai életünkben, de neki is itt van a szíve. És ma készítettem egy egész kis videót, hogy lássa, hogy mit tud azzal adni, amit ő ad. Szóval én azt kívánom,
hogy amire mi készültünk, és azt is elárulom most így jó előre, hogy erre az estére, aztán lehet, hogy ebből is hagyomány lesz, alakult egy kis zenekar, vagy kórus, vagy nem tudom, én is benne vagyok egyébként, és aztán majd megítételtetünk, hogy mivé lettünk és mivé fejlődtünk, nem volt sok időnk próbálni, de nagyon igyekeztünk. Szóval ezzel szeretnének titeket köszönteni, és amivel mi készültünk, akkor azt hallgassátok meg, sok-sok szeretettel. És Róza, aki azóta már elvégezte a Művészeti Egyetemet és a Zeneakadémiát, most már teljes erővel dolgozik, de nem feled el minket, és most is itt van, és most is játszik nekünk. Parancsolj! Egy napra két olyan dallamot a felső Maros mentéről, Marosvásárhely környékéről, ami mind a két dal arra szolgált, hogy ezzel köszöntötték egymást az emberek házról házra járva. Az egyik egy István köszöntő, ugye december 27-e István napja, az már karácsony után van, a másik pedig egy karácsony előtti kánta, de ez is ugyanúgy a találkozások, az együtténeklések örömét szolgálta, muzsikusok is járultak hozzá. Úgyhogy bár én most egyszer magamban fogom ezt előadni, de képzeljék hozzá az örömmel éneklő, egymásnak éneklő embereket.